autókedajzolás közben nagyon gyakori feladat, hogy egymással merőleges egyeneseket hozzunk létre. De ez a látszólag egy egyszerűnek tűnő feladat sem olyan egyszerű, ha kedrendszerekkel dolgozunk. Menjünk bele a vonalrajzolás utasításba, és próbáljunk egy függőleges vonalat létrehozni a modelltérbe. Látható, hogy ez az egyszerű feladat sem olyan egyszerű, ha nincsenek rajzi segítségeink. Most megpróbálok rajzolni egy függőleges vonalat, majd egy vízszinteset, ebben segít nekem a háló, mint rajzelem a modelltérbe, megpróbálok a háló szemekkel párhuzamos rajzobjektumot egyenest létrehozni. Látszólag ez a két egyenes egymásra merőleges, de aki már dolgozott egérrel és rajzprogrammal, az tudja, hogy bizonyos fokú bizonytalanság mindig van az emberbe, amikor az egérrel dolgozik. Ezért ez a bizonytalanság nem elfogadható mérnöki műszaki rajzok készítésénél. Erre nyújt segítséget a merőleges mód, azaz az ortó mód, amelyet alul az állapotsorban az ortó feliratra klikkelve, vagy az F8 funkció billentyű lenyomásával tudjuk elérni. Ha bekapcsoljuk, akkor innentől kezdve, ha újra elindítjuk a vonalrajzolás utasítást, akkor a vonalrajzelem, amelyet elindítottunk, vagy függőleges, vagy vízszintes állapotot tud csak fölvenni. Tehát a gumivonal, amely eddig kikapcsolt osztomód mellett, most kikapcsolom az osztomódot, mindig a szárkeresztet és a kezdőpontot kötötte össze, most megváltozik, és vagy függőleges, vagy pedig vízszintes helyzetet vesz fel. Aztól függ a függőleges vagy vízszintes vonal létrehozása, hogy a kezdőponthoz képest a rendszer egy képzeletbeli egyenest indít, amely a vízszintessel 45 fokos szöget zár be. Ha e képzeletbeli vonal fölött helyezkedik el a szárkereszt, akkor vízszintes, ha alatta, akkor pedig függőleges rajzelemet hoz létre az autóked. Ennek segítségével már nagyon könnyedén tudunk létrehozni egymásra merőleges, azaz 90 fokot bezáró vonal rajzelemeket a modelltérbe. Ha most az Enter billentyűt lenyomjuk, akkor a rajzolást befejeztük, és kilépünk a vonal rajzutasításból. Ha újra kiadjuk a Space vagy az Enter lenyomásával, akkor ugyancsak függőleges és vízszintes vonal rajzelemeket tudunk létrehozni. Természetesen az F8 funkció billentyű segítségével rajzolás közben is tudjuk módosítani az AutoCAD működését, így mindig csak akkor kapcsoljuk be az ortomódot, ha éppen arra szükségünk van. Természetesen ez még nem lenne túl nagy segítség, ha egyenesekről van szó, hiszen nagyon sokszor meg kell tudnunk adni azt, hogy milyen hosszú is legyen egy egyenes. Az ortomód segítségével nagyon könnyedén tudunk adott méretek mentén létrehozni egymásra merőleges rajzelemeket. Indítsunk el egy rajzobjektumot, mutassuk meg az AutoCAD-nek, az egyenesnek az irányát, és ahelyett, hogy most ráklikkelnénk arra a pozícióra, a szárkeresztre, a modelltérbe, ameddig szeretnénk, hogy az egyenesünk elérjen, írjuk be az egyenesünk hosszát. Azaz a parancsolba nem egy másik koordináta értéket, hanem egy hossz értéket viszünk be, megépelem, hogy 300 rajzi egység, majd ütök egy egyenest. Ilyenkor rajzolt az AutoCAD egy függőleges, 300 rajzi egység hosszú egyenest. Előmerőlegesen jobb oldalra szeretnék rajzolni egy 500 rajzi egység hosszú vízszintes rajzelemet, majd ütök egy Enter, miután megadtam az értéket, lefele ugyancsak 300 egység, Enter, majd balra megint mutatom megint az AutoCAD-nek az irányt, ugye 500 rajzi egység, figyeljünk oda, hogy előjelet se adok, csak az irányt mutatom meg az ortomódban a rendszernek, majd ütök egy Entert, és már is elkészült a téglalapunk, amelyeknek a méretei is adottak, mérethelyesek az ortomód segítségével, így nagyon könnyedén tudunk szerkesztővonalakat, rajzobjektumokat, vonalakat létrehozni. Ez egy nagyon hatékony
vagy segítség, enélkül igazándiból nem is lehet gyorsan és hatékonyan dolgozni az autókertben. Arra még felhívom a figyelmet, hogy ugye a állapotsorban lévő vagy segítségek nyomógombokon keresztül érhetőek el. Általában az újabb autókedeknél itt ikonok láthatóak, amelyeket úgy lehet előcsalogatni, hogy jobb klik, majd ikonok használata. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor kisebb helyet foglalnak el, de nem mindenki számára egyértelműek ezek az apró ikonok, vagy nem biztos, hogy jól láthatóak, ezért ha ugyancsak rámegyünk egy nyomógombra, jelen esetben a poláris követése, nyomunk egy jobb egérgombot, majd az ikonok használata mellől kivesszük a pipát, akkor a klasszikus autókedre jellemző nyomógombokat látjuk. De ne felejtsük el, hogy az F8 funkció billentyűvel lehet igazán hatékonyan be- és kikapcsolni ezeket a rajzsegítségeket.